Pesti Ifjúságért Egyesület kért fel, hogy vezessem ezt a túrát a Tekerj otthonról hazáig programban, ami 4 helyszínről indul, és egyik ez Beregszász, innen 423 km Budapestig. Úgyhogy lelkesen várjuk a résztvevőket, úgyhogy tekerjünk hazáig. Maga a kerékpározás egy csodálatos érzés, amikor nyerekbe pattanunk, mint régen, mint hogy a magyar is lovas nemzet. Hát most, ha ló nincs is, de azért a bringával tudunk tekerni, és szabadok vagyunk egy 50-100 kilométeres körzetben, ez csodálatos érzés. Mi kerékpáros bringa sulit is csinálunk, és abban is oktatjuk, hogy ha már bringázunk, és azért hosszabb távra megyünk, nem át egy sisak. Mert hogyha véletlenül lekoppanunk a járdára, akkor nem a fejünk törik, hanem a sisak. Tehát ez mindenképpen jó dolog. Kerékpáros kesztyű, kerékpára felszerelés, lámpa, csengő, ezek az alapvető dolgok, ezért ezeket próbáljuk a bringasuliban is tanítani. A magyar kressz szerint, tehát első lámpa, hátsó lámpa, persze este, küllőprizma, ami fontos, aztán csengő, két fék, első hátsó fék, hátsó fény visszaverő. A láthatósági mellény az rossz látási viszonyok esetén lakott területen kívül mindenképpen, meg amúgy is ajánlott, vagy pedig feltűnő színű ruházat. És akkor az élelem? Hát szerintem könnyű, laza ételeket, valamint azért nem árt egy-két csokoládét betenni, hogyha valamikor mégis azért túlhajtjuk magunkat, meg sokat izzadunk, akkor azért ezeket pótolni kell, valamint a víz, vagy a folyadék utánpótlás, ilyenkor nagy melegben nagyon. Szerintem olyan 10-15-20 kilométereként mindenképpen megállunk egy rövidebb pihenőre, olyankor egy kicsit kifújjunk magunkat, egy kútnál, vagy akár egy egyszerűbb helyen veszünk vizet, vagy pedig akkor megtöltjük a kulacsokat. Mondjuk nekünk elég jó a tapasztalatunk, azért Magyarországon elég sok kerékpárút épült, mert itt is tapasztaltam, hogy Asztéjtól már azért van ide Beregszász széléig kerékpárút, ez is egy nagyon jó dolog. Hát még van mit rajta fejleszteni, de ez már haladás tulajdonképpen. Aztán fontosak a kerékpártárlók, hogy ha már a kerékpáros elindult, és szeretné biztonságban tudni a kerékpárt, le tudja csukni. Ezek is fontos dolgok, főleg, hogyha mondjuk bemegy egy múzeumba, vagy olyan helyekre, akkor azért jó, hogyha zárt helyen van, és akkor véletlenül rajta tudja hagyni a cuccát. Az útvonal, vannak autópályán például, hogy egy számjegyű utakon nem szabad kerékpározni, tehát kerülőkkel megyünk mindenképpen, és akkor így biztonságosabb ez az útvonal. Tehát a mai napra azt mondja, hogy van Beregszász, Tarpa útba esik, itt megnézzük a szárazmalmot, valamint Bajcsi Zsilinszky Endrének van egy síremléke. Aztán még, ha van kedvünk, akkor Vásárosnőműve fürödhetünk is, és Nagydoboson útba esik, és ott megnézhetjük a volt Perényi kastélyt, valamint Máté Szalkán a Szatmár Múzeumot. Ez attól függ, hogy kinek milyen kedve van, és mennyire leszünk esetleg elfáradva, mert az is előfordulhat. Mai napra csak azt mondja, hogy 58 kilométer van, bocsánat, tehát ez nem egy nagy dolog. Én tegnap 85-öt gurultam, tehát már bemelegítettem ehhez a túrához.